A művésznőnek a neves nívódias festőművész Pálffy István, Putyú feleségének tárlatán Murányi Norbert kurától mondott köszöntőt, majd pedig Szabó Lili művészettörténész nyitotta meg a kiállítást. Pálffy Juliannát már gyermekkora óta foglalkoztatta a képzőművészet. Hát művészettel tulajdonképpen régen foglalkozom, szinte gyerekkorom óta, ezt mindenki ezt szokta mondani, de az én esetemben ez igaz is. Olyan családból származom, anyukám is nagyon szépen rajzolt, nagyon szépen vart, a dédnagymamám, a nagymamám is. Ugyanolyan gyönyörűen kézimunkázott, mint itt ezek a nagyon szép dolgok, amiket itt a Rózsa panzióban is látunk. És aztán, amikor felnőttem, akkor kétféle út állt előttem, úgymond. Vagy képzőművészetire megyek a gimnázium után, vagy elmegyek magyar szakra, mert ott kicsit az irodalomhoz lehetett volna ugye közöm. Mivel a magyar szakra nem vettek fel, és a képzőművészetire rögtön, hát maradtam ennél a úgymond szakmánál. Aztán, hát mint minden embernek, az utam ide-oda vezetett, rajzoltam nagy plakátokat, mikor mi kellett, festettem templomot a férjemmel együtt. Aztán a Kárpáti Gasszónál dolgoztam, mint tervező-szerkesztő évekig. Itt egy kicsit azért már összekapcsolódott nálam az írás, vagyis az irodalom és a képzőművészet, vagyis valahogy valamiképpen a tervezés, a képek. És mikor aztán felnőttek a gyerekeim, egy kicsivel több időm lett, akkor az írással kezdtem el foglalkozni, meg is jelent két meseregényem a Móra kiadónál, már több kiadásban. Büszke is vagyok rá, mert ez ilyen 7-8 éveseknek szóló kis könyvek, akik épp hogy megtanultak olvasni, és kötelező olvasmások iskolába ezek a kis egyszerű könyvecskék. Dolgozom most a következő könyvön, ami szintén egy picivel talán nagyobb gyerekeknek szól majd. A festés pedig maradt, mint örök valami. Tehát ezt az úgymond szakmát, ezt igazán megtanultam, de komolyan és rendesen, úgyhogy mi még jártunk hullaházba rajzolni, tehát nálunk rendesen meg kellett tanulni az anatómiát, és ezért aztán nem jelent nekünk, vagy legalábbis ugyanazoknak, akik ezt az iskolát járták, semmilyen problémát, ha bármilyen területére kerülünk a festészetnek mondjuk. Ezért hoztam ide is ilyen anyagot, hogy egy kicsit ízelítőt adjak magamból. Vannak itt kubista képek, vannak azt hiszem expresszionista képek is, és persze nők, mert mindig azt mondom, hogy az adott világ per pillanat a mi világunk női figuráit is meg kell festeni, ugye, hogy a nagy elődeink is ugye mindig megfestették a nőket, mint talán a szépség, egy kicsit a finomság szimbólumait. A bemutatott alkotások között többféle stílusú és témájú képet láthatunk, amelyeknél a művésznő gazdag, változatos, a szemet gyönyörködtető, a lelket pihentető színeket használt. Az az igazság, hogy azért van ebben nagyfokú önzés is, mert amit az ember per pillanat szeret, vagy épp, hogy most neki azt tetszik, vagy szeretne csinálni, akkor többnyire olyat csinál. És hát ha nem élvezni az ember ezt, akkor olyan nagyon nem is ülne naphosszat ezek felett a képek fölött, mert mivel, hogy ez egy eléggé piszkos és kicsit egészségtelen munka is, bár az eredményen ez ugye nem nagyon látszik. Tehát az ember a témát úgy választja ki, hogy mihez van kedve, vagy mit akar éppenséggel elmondani. Én a képeimmel tulajdonképpen nem nagyon mesélek el semmit. Én inkább a bennem lévő valami kis, talán legbelül lévő kicsi szépséget, vagy színes világot, ami nem biztos, hogy mindig egyezik azzal a világgal, amiben élünk, azt egy kicsit talán szeretném kivetíteni a vászonra.
Pálffy Julianna munkássága során több alkalommal is összefonódott az írás és a festészet. Megjelent egy kis verses kötetem, verseket nagyon szeretem, nyertem díjat is már. A verseim azok nem túlságosan vidámak, tehát az egy nagyon-nagyon őszinte műfaj, az egy másfajta műfaj. A verset az ember többnyire magának ír, tehát olyan pillanatban, ahol soha senki nincs, és egyedül van, igazat mond, csak úgy hiteles az egész, talán egy kicsit komorabbak is, mint a képeim. Ebben a könyvben nem illusztrációként vannak benne a képeim, hanem inkább így mellé rendelve, vagy hangulatába, vagy színvilágába hasonlít a kis vershez. A címe a könyvnek az, hogy röviden, ennek a kis verses kötetnek azért, mert a mai embernek talán versből, úgymond versből, vagy kis gondolatból ennyi elég egyszerre. Látogassunk el szeptember 6-áig a Rózsa étterembe, hogy élvezhessük és átéljük Pálffy Julianna művésznő lelki nyugalmat és feltöltődést árasztó festményeinek szívmelengető hatását.